Tisztelt emlékezők! Október 6-a a Magyar Nemzeti Gyász napja. Lőpoly és Golyó Ártonyi halált halt 1849. október 6-án reggel 17:30-kor Lázár Vilmos lőtiszt, ezredes, Dezsőfi Ariszti tábornok, Kis Ernő tábornok, Svejdő József tábornok. 12 katona állt fel velük szemben, töltött fegyverrel. Parancsnokuk kapján mindent, és a művések eldöntöttek. Kis Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kis Ernő csak a vállán ért a lövés. Ezért három katona közvetlenül elé állt, és mindhárman újra tüzeltek. Kötél általi halált halt reggel 6 óra után. Lovak bőrnek vett Ernő tábornok, Tolói Ignác tábornok, Láchner György tábornok, Knézics Károly tábornok, Nagy Sándor József tábornok, Gróf Leiningen Westerburg Károly tábornok, Aulik Lajos tábornok, Damjanics János tábornok, Gróf Vécsei Károly tábornok. Pesten ezen a napon végezték ki Batthyány Lajos, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Az emlékezés csak részben szólhat a múltról, ugyanis rólunk is szól. Hiszen mi is ugyanúgy hiszünk azokban az eszmékben és értékekben, amelyeket a 13 alatti vértanú képviselt, és amilyet halálos büntetést szabtak ki rájuk. Hiszünk a békében, a szabadságban és az egyetértésben. A történelem viharos századain át nemzetünknek mindig voltak nagyjai, akik tettek azért, hogy megváltassunk. Voltak hőseink, akik akár a vérüket áldozták a magyarságért. Hinnünk kell, minden mai magyar ember célja a vége, a szabadság és az egyetértés. Ha ezt tesszük, mi mindannyian együtt hozzá tudunk járulni ezen célunk eléréséhez. Mindannyiunk a maga kis részével. Úgy, mint azok az ezrek, akik a 13 tábornok mellett álltak a csatatéren. Közösen megmaradunk. Megmaradunk magyarnak és embernek. Megmarad nyelvünk. Megmaradnak hagyományaink. Élő marad történelmünk. Megmarad nemzetünk. Ma teszünk kezébe a megmaradásért, mert ma együtt emlékezünk. Emlékezünk vértanúinkra, az arami 13 tábornokra, de emlékezünk azokra az örökérvényű eszmékre is, amilyen kaptak. Legyen vége, szabadság, egyetértés, egyenlőség, szabadság, testvériség. Körülöttem az Erdőhegyi Iskola pedagógus kórusa áll, kórusvezető Máté Erzsébet. Felolvasnám a tagokat. Csáki Margit, Dávid Beatrice Ibolya, Gáriba Gabriela, Henc Anna Mária, Hevesi Laura, Komlósi Rifa
Alexandra, Máté Erzsébet, Páfi András, Pap Anna Mária, Pap József, Pusztai Mária Valdén, Szime Szobé, Szime Judit, Szabó Csilla, Szilasi Ildikó, Tárpalári Krisztina. Kérem, fogadjanak minket szeretettel. Jaj, de húsan süt az őszi napsugára, az aradi már töblöznek ablakára. Szárnyassza 13 magyar ügyvéd, ki a tömlöc fenekén a halálra kész. Elítélték sorban mind a 13-at, szőttek fontak a nyakukba ezer vádat. Elnevezték felségsértő pártüdőknek, hogy a magyar szabadság élharcra keltek. Aradi vár, halálbőrje, híres nemes magyar hősök temetője. Viruljanak környékeden sírjárók, s felejtetlen legyen hát az ő haláluk. Viruljanak környékeden sírjárók, s felejtetlen legyen hát az ő haláluk. Októberben a diákrendelés. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek hús keserve, egy-egy könyvünk a szentelt helyre. Hol megváltott ősi álom, becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára, oda hull az őszi rózsa, hulló temét ülcsúcsókja. Bánat sír a száraz ágon, ott alussza csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűz reál a fényes égre. Bús szívünknek enyhe fénye, adjon nyugvás, békességet. Sugárnyom a szellem járjon, s keressen fel küzdelmében az aradi 13. Minden jó család.
akár magadtál. Egymagára gyáva néven adja. Látsz csak minden kézen, csupán a magyar kezében cseng a kap. De hát kétségbe kell esni. Hát pusuljunk el együtt. Ellenkezőleg, óhon, inkább ez légyen, ami lelke kap. Emelje ezt föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely amitől a többi alszik, ég a sötétség égen. Ha mi fényünk nem mondaná békhetetlen éjjel át, azt gondolhatnánk fönn az égben, hogy elnézzed a világ. Tekints el! Tekints szabadság! Ismerd meg most a népet! Idő más könnyeket sem mer adni, mi vérre áldozunk neked. Hát kell megtudni, hogy áldásod ne érdemetlen szálljon ránk. E hűtlenkorban mi utolsó, egyetlen híveid vagyunk. Ha elmegyek Temesvárra, az ítélők szobájába, ott látok sok urat ülni, engem fognak elítélni.